apa, akár egy mesekönyv címlapja is lehetne. Balkóra érkezvén is olyan érzése támad az embernek, mintha egy szép mesekönyvet lapozgatnánk, amelynek minden oldala egy-egy érdekes fejezet. Balkó szinte egyöntetően katolikus község, a hagyományos vallásosság minden előnyével és hátrányával. A hagyományok omlásával természetesen a vallásosság, ez a fajta vallásosság általában gyöngörőben van. Az utóbbi időben azonban egyre erősödik, talán inkább úgy mondanám, hogy megszületőben van egy személyes meggyőződésre, egy elkötelezettségre épülő hitélet. És ez a fajta hitélet úgy tűnik, hogy az egész falura egyre nagyobb hatással kezd lenni. Egy község vallási életét lehet, nem tudom, a vallási statisztikákkal jellemezni. Sokkal igazabb azonban, hogyha azzal mérjük, hogy növekszik-e egy községben az érzékenység, a törődés a másik ember iránt, a felelősségérzet a másik ember iránt. Nyilván a hitéletből fakadó érzékenységről, törődésről van szó. Úgy érzem, hogyha ezzel a mércével mérjük Balkó községnek a vallási életét, akkor erősödőben van a vallási élet. Néhány példát lehetne mondani. Az egyik, nemrégiben az egyik szomszéd községben szükség volt nagyobb pénzösszegre, templomtetőt javítottak, a másik helyen plébániát építettek egy kicsit messzebbi községben, és a balkóiak nagyon szépen adakoztak. Ami szép ebbe, hogy nem is a saját templomukról, nem is a saját plébániájukról van szó, hanem egy másik községről, és egy tiszta, önzetlen segítség jele mindenképpen. Aztán a menekült táborokba való adakozás nagyon szép volt, nagyon tetszett, amikor ruhát, karácsonyi gyerekjáték, ajándék gyerekjátékokat a gyerekek összehordták, ruhákat a felnőttek. Az egyik néni szinte szaladt a tömött mikrobusz után és hozta a maga kis kivasalt, összehajtott ruhacsomagját, hogy hát tessék még ezt, tessék valahogy betenni, mert biztos nagyobb szükségük van rá nekik, azoknak a szerencsétleneknek, mint nekem. És lehetne folytatni a példákat. Nagyon szép volt például az, ahogyan összehajtották azokat a ruhákat, ahogyan ki volt vasalva, ki volt mosva, egy törődés, egy gondoskodás érződött benne. Azt tapasztalom, hogy az egyházközségen kívül is a faluban növekszik ez a fajta másokkal való törődés. Ami különösen szép volt mostanában, hogy amikor bajba jutottakról, idősekről van szó, akkor mindenki összefog a faluban. Az egyházközség jegyzője ott működik a Karitászban, az Emike néni, Vöröskeresztes Emike néni ott segítkezik, amikor szükség van rá. A nyolcadikosok kihordják az ebédet, ha kell, és megérkezik az ebéd, a ruha a rászorulóknak, a ajándék játék a menekült táborba, kerül fuvar, mikrobusz, pénz az önkormányzattól, az erdészettől. Mindegy, hogy ki hozta, mindegy, hogy ki működik közre. A fontos az, hogy akinek szüksége van rá, aki segítségre szorul, az végül is megkapja azt, ami kell. És ez az, ami nagyon szép. Úgy érzem, hogyha ez a tendencia folytatódik a községben, akkor Balkónak lesz még mondani valója más községek számára is. Ennek a csodálatos szoborfának valamikori ifjúságában még zsenge hajtásai voltak. Akkor még kisejthette, hogy egykor ilyen ékes dísze lesz a természetnek. Vajon
Mi válhat azokból az emberpalántákból, akik a Valkó óvodából indulnak el, aztán az általános iskola érintéseitől gazdagodva jutnak el a felnőtt kor küszöbéig? Óvodánk állami, fenntartunk a helyi önkormányzat. 1978-ba került átadásra szép korszerű épület. 100 férőhelyes, 4 csoportos, az 1993-94-es tanévre 108 beírt gyermekünk van. Ehhez a gyermeklétszámhoz a személyi és a tárgyi feltételeink biztosítottak. 8 főiskolát végzett óvónő, 1 logopédus, 4 dajkanéni, 4 konyhai dolgozó, 1 élelmezésvezető és 1 hűtőkarbantartó segítkezik a gyermekek ellátásában. Tárgyi feltételeinknél szeretném kiemelni az eszköztárainkat, mégpedig a nyugatnémet Geisz-Wadi-szert, a matematikához szükséges minimattot, hangosított diasorozatainkat és az óvónénik által készített bábokat. Külön öröm volt ebben az évben, hogy a polgármesteri hivataltól a búcsúzó nagycsoportosaink megkapták az iskolába való táskáikat. Óvodánkban a nevelő-oktató munka családias derűs légkörben folyik. Biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez szükséges változatos tevékenységeket. Éves munkatervünknél az UMP követelményeinek megfelelően állítottuk össze. Szívesen veszünk részt továbbképzéseken, tanfolyamokon, hogy munkánkat még magasabb szinten tudjuk végezni. Elmúlt időszakban részt vettünk környezetvédelmi előadáson, zenei konferencián és hagyományőrző táborban. Az ott szerzett tapasztalatokat a munkánk folyamán hasznosítjuk. Gyermekeinket különféle pályázatokra és kiállításokra a gyermekek munkáit eljuttatjuk. Most küldtünk Japánban gyermekrajzokat, és jelenleg pedig az UNESCO által meghirdetett gyermekrajzpályázatra fogunk felkészülni. Iskolánkat 5 éve lakjuk. A 12 tanterem mellett épületünkben megtalálható a tágas ebédlő, a jól felszerelt szertárak, technikaterem, könyvtár és zongoraszoba, valamint sportterem és a legfelső szinten színháztermünk is van. Kollégáinkkal mindig arra törekedtünk és azon fáradozunk most is, hogy az iskola gyermekeink számára ne csupán a tanulás színtere legyen, hanem otthon teremtsünk számukra, ahol igazán jól érzik magukat. A szülőkkel kölcsönösen jó a kapcsolatunk, nagyon sok segítséget kapunk tőlük az épület szebbé varázslásában. Tanuló létszámunk 229 fő. Elsőtől a 8-ig minden évfolyamon egy-egy osztályunk van. Intézményünkben megtalálható még a speciális tagozat, 3 összevont csoporttal működik, itt enyhén értelmi fogyatékos gyermekekkel foglalkozunk. Az oktató-nevelő munkát 18 gyermek szerető, szakmailag igen jól képzett pedagógus végzi. Szakos ellátottságunk jó. Egyik kollégánk logopédus, aki a helyi óvodában is vezet beszédjavító foglalkozásokat. Közös életünket segíti az 5 fő technikai személyzet és az iskola titkár. A színvonalas munkához a személyi feltétel adott, de ugyanígy tárgyi feltételeink is biztosítottak.
A helyi önkormányzat is támogatja iskolánk fejlesztését, az utóbbi időszakra visszatekintve csupán felsorolásként IBM számítógépet, zongorát, ülőgarnitúrát kaptunk, valamint nagyon sok-sok könyvet könyvtárfejlesztésünkhöz. Az épület fűtésrendszerének átszerelése folyamatban van, mely földgáz üzemelésű lesz. Az új tondra termünk építése befejezés előtt áll, mely egyben nem csak a diákok sportolási igényeit fogja kielégíteni, hanem falunk minden lakójának sportolási lehetőséget nyújt. Tanítványaink eredményesen képviselik iskolánkat a területi, körzeti és megyei szintű szaktárgyi és sportversenyeken is. Ez év elején ügyeskező rajzosaink munkáit küldtük Japánba egy gyermekrajzkiállításra. Ennek lehetőségét a polgármester úr nemzetközi kapcsolatai teremtették meg. Megnyugtató számunkra az a tény, hogy a végzős kikerülő diákjaink nagyon jól megállják helyüket, mind az állami, mind az egyházi középfokú intézményekben. Az oktatás reformkorát éli. A jól bevált hagyományainkat megőrizve, az új dolgokra fogékonyan, mindezt beépítve oktatásrendszerünkbe, szeretnénk tanítványaink tudásszintjét egyre magasabb szintre emelni. Céljaink között szerepel a kiscsoportos foglalkoztatás bővítése, jelenleg a matematikát és az anyanyelvet oktatjuk csoportbontásban. Idegen nyelvként gyermekeink a német nyelvet tanulják. Szeretnénk a közeljövőben, ha az angol nyelvet is tanórai keretek között sajátíthatnánk el. Intézményünk szinte minden nap reggeltől estig üzemel. A tanítás után számtalan lehetősége van diákjainknak arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Szakköreink közül legnépszerűbbek a színjátszó, a báb és a bélyeggyűjtő szakkör. Sok tehetséges gyermekünk tanul zongorázni is. A sportolni vágyók karate és aerobik tanfolyamra járhatnak, illetve a közeli Gödöllő egyetemi uszodájában úszni tanulhatnak. Első osztályosaink tavaly óta kísérleti jelleggel új tantárgyat tanulnak, informatikát. A nagyobbak számítástechnikai szakkörben ismerkednek a számítógép titkaival. Az angol nyelv iránt érdeklődők számára jelenleg egy kezdő és egy haladó csoportban folyik a nyelv oktatása. A délutáni tanulószobán nevelőink a gyenge tanulók korepetálását, illetve a tehetségesekkel való külön foglalkozást tűzték ki elérendő célul. Ezen lehetőségekkel nem csak jelenlegi tanítványaink élnek, hanem a régiek közül is sokan visszajárnak. Az elmondottakból talán kitűnik, tantestületünk magáénak vallja Kölcsey Ferenc örökérvényű szavait. Ki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít. De mi az? Mi az? Egyszerűen beírjuk a verseket, és engedjétek el! Hagyjátok abba! Ha nem kezdtek el csendesen és érthetően beszélni, nem veszem el a kezem a fületről. Arról beszélte! Arról van szó, kérlek, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, hogy köztünk ő itt a legnagyobb költő. Egy szóval herceg! Miért, hogy én hercegek? Hagyd mondjam el végig a Rómó. Költői versenyt akarunk rendezni, és te meg ma, mint lesztek a döntőbírók. A végén eldöntitek, hogy ki kapja itt a legjobb verset. Természetesen az én versem. Jól van, ezen nem bújjon. Ki akar versenyezni? Én! A jelent hogyan is érthetnénk meg anélkül, hogy néha ne fordulnánk vissza a múltba. Valkó történetéről szépen mesél egy jól szerkesztett kis könyvecske, Pap Gábor, Rádóczi Gyula és Tóth Imre munkája. Akit megkértünk, hogy foglalja össze egy kicsit a múltat, Molnár Antal nyugdíjas iskolaigazgató. A Valkó község története mintegy 800 évre tekint vissza. A község a Gödöllői dombságnak a peremén, szép természeti környezetünknek a lágy ölén, itt mögöttünk helyezkedik el. Történelmi emlékeit a korabeli ásatások őrzik,
Így a kőkorszakból is kerültek már ki ennek meghatározó emlékei, a bronzkorból, a vaskorból, de a tájnak nevezetességei is vannak, ezek közül említeném meg itt a közeli Ferenget, a Szentpál-hegyet, és itt húzódik keresztül a nevezetes csőrszárok is. A község a 12. században alakulhatott ki, és azóta aztán a környezete is nagyon kedvező vadászterületté vált. A 14. században, 1382-es évben már ezen a területen vadászott Nagy Lajos királyunk, utána 1360-as években pedig Hunyadi Mátyás királyunk is. Természetesen azóta nagyon sokan felkeresték vadászati hobbiból e tájat, és nagyon sok trófeja is esett. A községet és a lakosságot a honfoglalástól a török uralomig igencsak beható események érték, de említhetem a 1848-as szabadságharcot, a második világháborút, amely szintén behatóan érintette a községet és a lakosságot is. A községnek nem régen ünnepeltük 1991-ben a 300 éves fennállását. Hát a lakosságról annyit szólva, hogy becsületes, szorgalmas, kétkezi munkások lakták, és ahhoz, hogy a mai napig a község ilyen fejlődési szakaszon eljutott és elérkeztünk idáig, bizonyítja a lakosságnak a közös összefogás és ez a munkaszeretete, tenni akarása, hiszen eléggé eleső, elmaradott volt a község a korábbi években, de az utóbbi években főleg, elsődlegesen, és a napjainkig azt hiszem bátran mondhatom, hogy elértük az országos színvonalat már a mi községeinkhez viszonyítva. Hát egy-két dolgot, hogy említsek a községben, amelyek létrejöttek az utóbbi időben főleg, az oktatás korszerűsítésével kapcsolatban új iskola, óvoda építése, aztán a vízhálózat kiépítése a községben, de említhetem, hogy most van folyamatban vagy befejezés előtt a gázhálózat szerelése és a telefonhálózatnak a kiépítése. Hát én bízom abban, illetve a község lakóiban és vezetőiben, hogy továbbra is ilyen szorgalmas, kitartó munkával, közös összefogással ezek az eredmények tovább fokozódnak, és a községünknek nem csak a környezeti szépségéről, hanem egyéb tekintetben is híre lesz. Mint a fáknak a dúsztalaj, olyan fontos az emberek számára az a gazdasági környezet, amelyben élniük kell. Valljanak erről a gazdasági szféra képviselői. Valkó nélkül nincs szövetkezet, szövetkezet nélkül nincs valkó. Az itteni embereknek ez a megélhetése volt régebben nagyon jó színvonalon, életszínvonalon nagyon jó szövetkezet volt. Mai napra vonatkoztatva ugyanez már egészen másképp fest, gyöngébb a működés, és jövőre előre tekintve
reméljük, reménykedünk a jobb helyzetben. Csak nem 80 család innen kapja tőlünk most a megélhetését, gyönge közepes adottságú szövetkezet, hogyha itt bennünket engednek dolgozni, hogyha a polgármesteri hivatal is úgy segít bennünket, valamint a törvényes rendelkezések is, akkor itt előbb-utóbb jó szövetkezet lesz. Bízunk a jövőben, hisz bizakodás nélkül ezt nem lehetne ma tudomásul venni, és reménykedünk abban, hogy összefogva valamennyi község valamennyi lakosságának, illetve a szövetkezet dolgozóinak biztos megélhetést tudunk nyújtani. A gazdakörnek a célja, feladata többek között, és ami a legeslegfontosabb, ez ki kell, hogy emeljem, az, hogy ez nem párt jellegű. Ez a szervezet tulajdonképpen a egyéni gazdálkodóknak, akik újból, illetve hát újonnan jutottak földhöz, ezeknek az egyéni termelőknek a termelését elősegíti. Tulajdonképpen ez egy érdekvédelmi szervezet, ami a gazdálkodónak szaktanácsot biztosít, tudnillik a elmúlt nagyüzemi termelés alatt az egyéni gazdálkodók már nem ismerik, illetve nem tudják az új agrokémiai módszereket, nem ismerik az új vetőmagfajtákat, amiben a gazdakör kíván nagy segítséget nyújtani az újonnan gazdálkodóknak. Balkó társadalom rajzához szervesen hozzátartozik az a jelentős számú cigányetnikum, amely e területet választotta letelepedése helyéül. Képviseletükben Vidák Jánost kérdeztük e réteg helyzetéről. Ön szerint mennyire sikerült a cigányságnak hazát találni a Valkón? Hát azt hiszem, hogy nagyon megtalálták itt a helyüket. Van egy tőzsgyökeres cigánylakosság, aki, hát mióta én élek, ők is itt vannak. Hát ezen felül vannak nagyon sokan, akik úgy vándoroltak be, de semmi különösebb gond, baj nincs egymással. Azt a polgármester úrnak azt hiszem nagyon sokat köszönhetünk, mert ő nagyon nagy mértékben támogatja a cigány lakosságot, úgy a sportban, vagy egy-egy kirándulásban, utaztatás, esetleg egy-egy üdítő, tehát nagyon sokat köszönhetünk neki. És személy szerint ön hogy érzi magát ebben a községben? Hát én személy szerint nagyon jól érzem magam, itt születtem, nem is akarok innen elmenni, itt építkeztem, itt élek a családommal, egyszerűen szeretek itt lakni. És mit tartana fontosnak elmondani a cigányság érdekében, avagy milyen fontos üzenete lenne témát érintően a világ felé? Hát ez egy elég nehéz kérdés. Nagyon röviden talán annyit, hogy próbálják meg a cigány lakosságot úgy ebbe az országba, vagy egyáltalán az egész világon elfogadni, de nekik is azért azt üzenném, hogy tegyenek meg mindent ennek az érdekében, hogy elfogadhassák őket. Balkó lakosságának egészségügyi ellátását 1985-ben épült rendelőben házi orvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat biztosítja.
1993. július 1-től a házi orvosi szolgálat vállalkozási formában működik. Az egészségügyi ellátás színvonalas biztosításához mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak. A rendelő felszereltsége követelményeknek megfelel. A házi orvosi szolgálatot dr. Kalinics Viktor belgyógyász és dr. Gulácsi Szeréna belgyógyász és ideggyógyász szakorvosok végzik, Maszlag Gáborné szakápolónő és Grébel Józsefné sok éves tapasztalattal rendelkező adminisztrátor segítségével. A lakosság folyamatos ellátásának érdekében mind a délelőtti, mind a délutáni órákban van orvosi rendelés. Minden nap készenléti, hétvégeken és ünnepnapokon összevont orvosi ügyelet működik. Dr. Bényi László fogszakorvos vagyok. 1991. szeptemberében kerültem haza szülőfalumba. Azóta itt látom el a fogorvosi teendőket, melyben segítségemre van Balog Józsefné szakasszisztens. A rendelés tárgyi feltételeit nyugodtan nevezhetem kiválónak. Itt ülünk emellett a csodálatos fogorvosi egységkészülék mellett, melyet az önkormányzat ez év elején biztosított részünkre. A rendelőben használt anyagok, merem állítani, hogy a kor követelményeinek megfelelnek, tehát biztosítani tudjuk az igen magas színvonalú fogászati ellátást. A rendelés a 7-5 napján történik, hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, kedden csütörtökön pedig délután fogadjuk a pácienseket. Szerdai napokon iskolafogászati rendelést tartunk, melynek során a óvodás és iskolás gyermekek fogait ellenőrizzük, illetve ha szükséges, ellátjuk. A gyógyszertár közel 1 millió forintos havi forgalmat bonyolít le. Ezzel a forgalmával két község lakosságának a gyógyszerellátását biztosítja. Az önkormányzatoktól maximális támogatást kapunk, a vállalatunk pedig lehetőséget ad arra, hogy a humán gyógyszerkészítmények mellett gyógyhatású készítményeket, kozmetikumokat, babaápolási cikkeket is forgalmazzunk. Ezekre a községbe egyre növekvő igény is van, és természetesen, mint vidéki gyógyszertár, állatgyógyászati készítményeket is tartunk. Ezekből a készítményekből az ellátásunk megfelelő, viszont problémák mutatkoznak a humán, az embergyógyászati készítményeknél, ahol nagyon-nagyon sok a hiányzik. Ez nagy probléma egy vidéki gyógyszertárnál, hiszen idős, egyedülálló betegek, ha egy helyen nem kapnak valami gyógyszert, bizony sokat kell nekik utazni, és szinte beszerezhetetlen számukra. A körzetben dolgozó orvosokkal kapcsolatunk folyamatos, és állandóan tájékoztatjuk egymást a lehetőségünkre álló és hát a szükséges gyógyszerkészítményekről. Ez az egyetlen lehetséges mód arra, hogy a problémákat kiküszöböljük, és a lakosságnak a folyamatos gyógyszerellátást biztosítsuk. Amennyi ág lelhető a fán, Valkó élete is annyi felé ágazik. Egy újabb ágat keresvén rátaláltunk Pap Dániel fazekasmesterre, aki lankadatlan szorgalommal dolgozik zsúfolt kis műhelyében. Vele igyekeztünk megismerkedni. Amikor ezelőtt egy 25 évvel ide keveredtem ebbe a faluba, messze tájról, debreceni születésű vagyok különben, ott a fazekasság az egy nagy honos valami, ott gyakorlatilag minden szegény ember ezt a mesterséget ismerte, és én magam is gyerekkoromban nyúkáltam az agyakba. A vége lett, hogy aztán itt a kínos helyzet, hogy más megélhetés nem igen adódott számomra, hát elkezdtem agyagolni, bár kiderült, hogy akkoriban ez éppen nem kellett senkinek semben ez a termék. Akkor ugye majd csak végül is rászántam magamat, csináltuk, abba hagytuk, a vége mégis az lett aztán, hogy csak rájöttünk arra, hogy ezt a mesterséget nem szabad abba hagyni, meg hát nem is lehet, nem is kellett, végül is, mert az emberek újra igényelték, kell a cserépedény, ha jó formája van, olcsón, szépen dolgozik az ember, akkor mégis meg lehet élni. Na most ugye hát a fiam az kőfaragó szakmát tanult, mert akkor valahogy éppen ő is belátta, hogy én, mint az apja, aki értem az agyagmesterséget, mégis új szakmát választok, próbáltam itt zöldség, meg egyéb más kereskedésekkel. Ő kitanult a kőfaragó szakmát, de azért hála Istennek örülök, és most boldog vagyok, hogy végül is maga a fiam is, utána már felnőtt fejjel mellettem megtanulta a szakmát. Amikor a szakmát megtanulta, ő újra visszament az ő kőfaragó szakmájába.
de tulajdonképpen örülök, hogy ebbe a műhelybe, egy sarokban mindig van egy kupac agyag, ahol egyik gyerek a másiknak átadja, apa a fiának, fia a fiának, és így a mesterség örökös marad. Valkó egy kicsit az agyag hazája is, tehát egyben kényszerházasság, hogy itt él és dolgozik, vagy egyéb kötődése is fűzik a községhez? Ami a kényszert illeti, az azért nem valós, mert hát az agyagot nem innen hozzuk, ez az agyag nem alkalmas a korongolásra, égetésre nem felel meg, ezért 3-4 tájról hozom, ami hát különböző méretű edényekhez képes, melyik a megfelelő. A faluba való élésem csak az, hogy itt az emberek szeretnek, egyszerűen tudomásul veszik ezt a mesterséget, érdeklődéssel, egyszerű spontán látogatás, baráti látogatás, vagy egyéb más vásárlásból, szinte eltartva engemet meglátogatnak. Hogyan lesz valakiből vadász, és pláne fővadász? Nehezen. Belőlem legalábbis igen nehezen lett vadász. Pedig hát eszmélésem idejétől kezdve hivatásos vadásznak készültem. Amikor szülőhazámba, Bakonyba mégis sikerült egy kerületvezetői vadászi állást elnyernem, akkor 3 évig nem kaphattam fegyvertartási engedélyt. Amikor aztán ide kerültem Valkóra, egy csodálatos, nem várt fordulat révén, itt minden adva volt, és itt, mint fővadász kezdte a működésemet. Mit jelent az ön számára a valkói erdő, a fák, a bokrok, hiszen ön valószínűleg más kapcsolatban áll a természettel, mint az egyszerű emberek? Hát egy kicsit patétikus megállapítás részemről. Én mindig a mi bibliánknak nevezem az erdőt, szabadtéri bibliának. Minden, amit felsorolt, a mi szentírásunk. Gárdonyi Gézának van egy gyönyörű költeménye a Bibliáról, amelyik maradéktalanul alkalmazható a mi szabadtéri Bibliánkra is. Megpróbálom elmondani. Így hangzik. Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forráskutya, hol pohárral Isten áll. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíbor leplek rongyám állnak, dicsőségek füstbe szállnak, csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke, ez a könyv a Mózes bokra Isten szíve dobog benne. Hát ezt jelenti nekünk az erdő és minden, ami hozzátartozik. Benne természetesen a vadászat is. Ön vadregényes, romantikus környezetben lakik. Ez tudatos választás, vagy csak a véletlenek összjátéka? Hát amikor idejöttem Valkóra, most már 34. szarvasbőgést hallgatom itt, akkor nem volt más választásom, tehát alternatíva nem volt. Ide kellett jönnem, ez volt az állomás helyem. Amikor aztán nyugdíjba kerültem, akkor megkísérelték, hogy kirakjanak innen. Kicsit útba voltam, de hát akkor már előre megfontolt szándékkal maradtam itt, mert egyszerűen azért már jól éreztem magam. És mégis mik az erdőlakás előnyei és hátrányai? Csak előnyei vannak. Ezt persze én mondom, nem biztos, hogy a feleségem is ezt mondaná. Mi volt élete legnagyobb vadász élménye? Hát a trófeákat látva bizonyára valami
nagy pufogtatással összefüggő élményre gondolna, vérre és egyébre. Minden esetre talán ilyen is volt természetesen, ez volt az elefánt elejtése. De ennél sokkal nagyobb hatást gyakorolt rám, és sokkal büszkébb vagyok arra az élményemre, ahol fegyver nem is volt velem, nem is dörrent fegyver, vadhalál sem történt, ez pedig az volt, amikor nyugdíjba helyeztek, itt nem messze a lakásomtól, a réten a fiamnak a teheneit legeltettem, hogy valami hasznos munkát végezzek, és akkor észrevettem azt, hogy a vaddisznók rettentő módon érdeklődnek a tehenek iránt. Na, én erre felkészültem, és sikerült azt a pillanatot elkapni, amikor Boris nevű magyar tarka tehenünk megkergetett egy vaddisznót. Két képet tudtam róla csinálni. Hát erre különösen büszke vagyok, mert én ilyen kocafotós vagyok, de fotóművészeknek sincs ilyen képük. Én azt hiszem, hogy nem is lesz, sőt, biztosan nem lesz. Kicsit visszakanyarodva az ön vadász élményeihez, hagyd tegyek fel egy nőies kérdést. Sohasem volt úgy, hogy megsajnált egy állatot, és nem volt szíve meghúzni a ravaszt? De igen, nem is egyszer. Például egy jókora vadkan esetében, amelyik hát, amikor már azt hitte, hogy kívül van a veszélyen, ott futott el mellettem, és rettenetesen ki volt merülve, több kilométert futott, elengedtem, nem lőttem meg. Mit tanácsolna nekünk, zöldfülű város lakóknak, hogyan szeressük az állatokat, az erdők világát? Csendben, tisztán, áhítattal. Egy csodálatos fa közvetlen szomszédságában található a vadászház, amelyben már sok nagy hírű puskás ember megfordult, ám ezúttal a község életének első számú alakítóját, Sziráki Mihály polgármester urat kértük mikrofon végre. Polgármester úr, mit jelent az ön számára Valkó? Nagy hazában a kis hazámat. És a kis hazában a gyökereket, amelyet a Sziráki család végül is messze visszamenőleg valósított meg ebben a településben, ebben a községben. Én is itt születtem. Itt végzem polgármesteri feladataimat, de nem hivatástudatból, nem hivatalból, hanem hivatástudatból. Azt hiszem, hogy ez a munkát csak hivatástudatból lehet végezni, amikor nekifog az ember, és amikor abba hagyja. Egy polgármester tevékenységét általában az elért eredmények alapján minősítik. Ön mit emelne ki eddigi munkásságainak eredmények közül? Amit mindenek előtt ki kell, és minden munkában, azt hiszem, amit a közösséggel valahol egy hullámhozra tudtam kerülni, vagyis közösen tudtunk minden munkának nekifogni. A polgármesteri munkában az eredményességet minden esetben az igazi közösségi munka tudja előrevinni. Ha visszanézek 1980-ra, amikor végül is egy kereskedelmi munkásságomat váltottam fel egy közéleti tevékenységre, akkor már ezt éreztem, hogy ha a közösséget nem tudom magam mellé állítani, nem tudunk együtt dolgozni, akkor az eredmények is egyre-egyre később, vagy talán meg sem valósulnak. Ezt könnyű volt, mert az ember életében azért, ha figyelte a közéletet az előző időkben is, több olyan tapasztalatot tudott magáinak valani, amely végül is erre terelte a munkájának idejét. Én úgy érzem, hogy a sok-sok segítség alapján, ha a településünkön végül is 93-ba végigmegyünk, akkor nincs szégyenkezni valónk az infrastruktúrális fejlesztések során elért eredményeinkre. Elsőként említeném meg, amikor egy egészség- és vízműhálózatot sikerült a településünkön
befejezni. Nagyon fontosnak tartottam a posta szolgáltatását, ahol egy új postát sikerült közösen szintén megvalósítanunk. Utána, amely nagyon el volt hanyagolva, nem azért talán, mert az elődeim nem megfelelő munkát végeztek, hanem még nagyobb nehézségek között végezték a munkájukat, és így az utak és a járdaépítésnek fogtunk neki, amely itt emelném ki, hogy a közcélú munkások nagyon sok mindenben hozzájárultak ezekhez a munkákhoz. Aztán következett, ahol végül is elérkezik a óvodából a gyermek az iskolába, ahol megalapozza egy-egy településnek a maga olyan emberi, értelmi és a jövőbenbeli látását a gyermek, és pont ezért is választottunk egy új iskolaépítést, amelynek szintén urai lettünk, hiszen a délelőtti forgatásoknál ezt azt hiszem mindnyájan meg tudtuk szemlélni. Hát tovább mennék, mivel azért újra és újra kell kezdenünk, mert itt nincs megállás. Nekifogtunk egy vásárlóközpontnak, amely a közeljövőben nyer befejezést, és egy polgármesteri hivatalnak, hogy ezáltal is gyarapítsuk településünk végül is anyagi javait és azt a gazdagságát, amellyel tovább tudunk lépni. Külön megemlíteném itt lakossági erőből és önkormányzati erőből hamarosan a gáz hálózat befejezést nyer, és ezáltal a gázellátása is biztosított lesz. De talán itt emelném ki, amely egyik fontos állomásom volt 1990-ben, hogy adómentességet ígértünk a településnek, és a mai napig ez mind végül is megvalósított dolog. Melyek azok a nehézségek, amelyek a legszámottevőbben jelentkeznek a község életében? Jelen pillanatban a költségvetésünkben a nehézségeket a költségvetési normák okozzák, valamint a közalkalmazotti törvény és a munkanélküliség kérdése. Mi igyekszünk a régebben vállalkozásunkból eredő pénzeszközöket átcsoportosítani ezeknek a kiegyenlítésére, illetve a biztonságos intézményi üzemeltetésre, ezen kívül a közalkalmazotti béremelésekre, valamint a munkanélküliség kezelésére. Én úgy érzem, hogy ebbe optimistának kell lennünk, hiszen egy új átalakulási időszakban, amikor még a demokráciát nem egészében és teljességében tudtuk megismerni, és azokhoz nem tudtuk teljes egészében a gazdasági normáinkat hozzáépíteni, hogy ezek a jövőre már megvalósíthatók lesznek, és ezek a gondjaink el fognak múlni. A kívülálló azt gondolná, hogy ilyen erdőségekkel ölelte jelentősen lehetne növelni az idegenforgalmat, illetve jó esélyekkel lehetne bekapcsolódni a falusi turizmusba. Önök nem így látják-e? Igen, Valkó nagyon sok szép természeti adottságokkal rendelkezik. Jelen pillanatban a Valkó idegenforgalmát a Pilisi parkerdő kezelésében levő erdély és vadgazdaság teszi ki. A mostani napon is, ahol vagyunk, általában itt vadászvendégek jönnek a világ minden tájáról, és ismerik meg településünknek-e szépségeit. Amikor a tulajdonjogformák és a privatizáció a végére ér, biztos, hogy több lehetőség nyílik az idegenforgalom további növelésére. Ha nem titok, elárulná, hogy mik a legközelebbi jövő kilátásai? A jövőben, ami rövid, közép és hosszú lejáratú terveinkben szerepel, az a következőkből áll. Továbbra is szeretnénk a hosszabb távon is adómentességet a településünknek biztosítani. Ezen kívül a tornaterem mielőbbi befejezését, amely a jövőjében már szeretnénk, hogy valahol a gyermekeink birtokába kerüljön. Valamint a gáz, vezetékes gázellátást már az új 1993-as fűtésidényvel teljes egészében a hálózatot átadni, amire minden biztosítőunk megvan műszaki és pénzügyi alapon. Tovább szeretnénk az, hogy megvalósuljon, ami most már Magyarországon nagyon lényeges kérdés, mindenféle előhaladás szempontjából a telefonhálózat kérdése, amelyben itt a digitál vagyunk tárgyalásokban, és ez évben már ő elkezdte a munkálatokat. Valkó a második csoportban van.
betervezve. Azon kívül örömmel tudom bejelenteni, hogy hosszú-hosszú évek, évtizedek után újra a két település lakossága, Dány és Valkó, nem csak lélekben, hanem útviszonyok viszonylatában is közelebb kerül egymáshoz, mert ez év kezdetében és a jövő év befejezésével szeretnénk mintegy 5 kilométeres úthálózatot teljes egészében kiépülni. Továbbiakban a csatorna hálózat az, amely a településnek egy hosszabb távú fejlesztési terve, melynek az alaptervei már elkészültek. Ön azon kevés számú választott vezetők közé tartozik, akit újra választottak, és az emberek általában barátsággal beszélnek az ön személyéről. Mi az ön népszerűségének titka? Én azt hiszem, mint már az előző kérdésnél is válaszoltam, hogy mi közösen dolgozunk. Egy vezető sosem szabad, hogy valahol a pozíciójával vagy más egyéb elért eredményeivel kiváljon egy közösségből. A közösségben egy akkora erő rejlik ilyen kis településen, hogy nem lehet egyszerűen pótolni mással. Én úgy hiszem, hogy talán ez volt az, amely megadja azt a népszerűségemet, mint ahogy ön mondta, hogy az emberek valahol jó véleménnyel beszélnek rólam, és jó véleményeket alkottak. De még egyszer mondom, ez a közösségi munkának végül is az eredménye, hiszen 1980 óta, amióta végzem ezt a közösségi munkát, és egy új választásnál, amikor 1990-ben végül is egy új demokratikus választás került, akkor egy leadott 924 szavazat közül 923-at kaptam, mint polgármester, és 600-at, mint képviselő. Végezetül engedje meg, hogy megkérdezzem, mit csinál egy polgármester, hanem csak apa, férj és magánember? Én azt tudom mondani, hogy egy polgármester nincs olyan a választási nap időjétől a végül is a ciklus végéig, hogy ő nem polgármester. Ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, hogyha teljes egészében arra az időszakra polgármesteri elhivatottságát is végzi. Amikor végül is a kötetlen munkaidőmben valamikor egy pici ödés jut, akkor a családdal közösen sport és kulturális igényeinket elégítsük ki. Valamint én azt hiszem a ma délelőtt már a iskolában is elhangzott, hogy óvodás és iskolás gyerekek rajzai kerültek ki Japánba. Én a szabadidőmben, mikor tudom, különböző gazdasági társulásoknál végzem a munkámat azért, hogy a családom részére teljes, biztonságos gazdasági hátteret tudjak megteremteni, és ezek közé tartozik ez a japán-magyar kis társulás is, amelyben közösen most már 1990-től dolgozunk. Végezetül röviden a családról. Egy nagylányunk az idén végezte el az iskolai tanulmányait, a nagyfiunk az végzi a középiskolai éveit, és a családról csupán újra annyit, hogy mindnyájan a családban vállalkozó szellemben és vállalkozóként élünk.